Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Bemutatkozott a Mi Hazánk Mozgalom kisteleki szervezete. A sajtótájékoztatón a polgármester jelölt és a képviselőjelöltek mondták el véleményüket. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a nézőket és a sajtó munkatársait. Én Baranyi László vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom Csongrád Csanád vármegyei elnöke, és a mai sajtótájékoztatónk témája a 2024-es Európa Parlamenti és Önkormányzati Választás, és büszkén jelenthetem be, hogy Csongrád Csanád vármegyében egyre több képviselőjelöltünk és polgármesterjelöltünk bemutatkozik. Van harmadik út, és Kistelekre is megérkezett a Nyugodt Erő, a harmadik út, a Mi Hazánk Mozgalom. Üdvözlöm Szabad István pártigazgató urat, és üdvözlöm a mellettünk helyet foglaló Barna Erzsébetet. Az április hónapja az a megújulás hónapja. A megújulástól mindig várunk valamilyen változást. Ez a változás pedig ugye elkövetkezhet június 9-én az Európa Parlament és az önkormányzati választásokon, és szeretném a kistelekiek figyelmét felhívni arra, hogy változás csak akkor következik be, hogyha nem a változatlanságra szavazunk. Tehát, hogyha az eddigi levitézlett politikusok, vagy a megélhetési politikusok, vagy akik már eddig ciklusokon keresztül próbáltak bizonyítani, de hát bebizonyították azt is, hogy alkalmasak, vagy azt, hogy nem, ezt önök kisterekiek bölcsen el tudják dönteni, hogy érdemes-e őket továbbvinni, vagy nem. Jogos a kérdés, hogy van-e alternatíva. Úgy, ahogy Baranyi László, a Mi Hazánk Mozgalom vármegyei elnöke jelentette, illetve elmondta, van egy alternatíva, egy hiteles alternatíva, ez pedig a Mi Hazánk Mozgalom, mely a harmadik utat hirdeti, de az a harmadik út valójában az egyetlen út az igaz, valódi változásra. Az első 8 év igen komoly változásokon ment át városunk, épült, szépült, városiasodott Kistelek. Ekkor még a fővárosi politika nem gyűrűzött be Kistelekre, volt élet, mezőgazdaság, egészségügy, oktatás, igaz a közbiztonság akkor még igen lápos volt. Viszont öröm volt hazajönni, jól érezték magukat az emberek. Esti órákban nem tudtam úgy végigmenni az utcákon, hogy ne üljenek össze az emberek a házuk előtt, beszélgettek egymással, ez eltűnt, elmúlt. Az utóbbi években jellemző, hogy az emberek elégedetlenek a városvezetéssel. Sok az olyan beruházás, ami a városnak nem előnyére válik. Ilyen például a Szellemkastély néven elhíresült épület, az ipari park területén fantom beruházása. Inkubátorház beruházása felvet egy kérdést, hogy kinek a kezében van. Városunk középülete összeépítve a magántulajdonnal, a szálloda sportcsarnok. Mi lett a Rákóczi iskolával? Fantomvállalkozások központja? A társasház, agoraház, sikertelen beruházás. Sorolhatnám a csúsztatásokat, amik most Kistelek városát jellemzik, és nem szóltam az egészség ügyleteiről. Ami kivette a biztosítékot, az akkumulátorgyár megépítésének beruházása indul el a Kistelek Csengeri és Balázscsa közelében. Városunk vezetése, Nagy Sándor polgármester és képviselőtestülete 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. Az önkormányzati választások után elindul a beruházás folytatása, a jelenlegi polgármester vezetésével folytatódik, remélem nem lesz rá szüksége, szerintem ezt a beruházást meg kell állítani, itt a vége és nem tovább. Kistelek megérett egy teljes változásra, úgy, mint polgármester és Kistelek képviselőtestület váltására. A jelenlegi vezetés cserben hagyta a kisteleki embereket. Amit szeretnék Kisteleken? Egy élhető várost. Évi 2 alkalommal lakossági fórumot, egyeztetve a lakossággal minden nagyobb beruházást. Teljes elszámoltatás Kisteleken a realizálni és önkormányzati tulajdonokat, földeket, ingatlanokat. A polgármester hivatalt egy rugalmas, ügyfélbarát lakosság érdekeit és igényeit maximálisan kiszolgáltató hivatallá tenni. Gazdaságosság tenni a gyermekétkeztetést. A gyerekek és a fiatalok szabadidejének szervezése és hasznos eltöltése véleményem szerint az eddigi tapasztalatok képest még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A közösségi ház megfelelő helyszínt biztosít erre. 2 hetente diszkó. Tartalmas programok szervezésével lehetőséget kell adni minden korosztály számára, hogy ki tudjanak kapcsolódni, jól érezzék magukat,
ezek a programok elfeledtessék a hétköznap nehézségeit, és összehozzák az embereket. Szeretnék kitérni a város lakosság megtartó szerepének erősítésére. Ez talán az egyik legnehezebb feladat. A magunk eszközeivel, ami elég szűkös, minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy fiataljaink itt maradjanak, itt alapítsanak családot, esetleg más településekről költözzenek hozzánk. Célkitűzéseim között van, nagyon fontosnak tartom az önkormányzati döntéshozatal folyamatának átláthatóságát és a képviselők szakmai hozzáértését. Minden döntés megalapozott legyen szakmai szempontból. Az önkormányzat munkája ne csak a választások előtt legyen nyitott, és a nyilvánosság számára is. Aktívabb közösségi életet szeretnék a városban, rendezvények és programok szervezésével, valamint a helyi közösségi terek, parkok, rendezvénytermek kialakításával, fejlesztésével. Nagycsaládosként célom, hogy a városban olyan szórakozási lehetőségeket teremtsük, amely vonzóvá teszi a helyi fiatalok és a családok számára a helyben maradást, szórakozást. Kisteleken 2023. január 17-én a város vezetése számomra egy érthetetlen döntést hozott. Akkumulátorgyár épül Kisteleken. Az önkormányzat által eladott 12,6 hektáros földterületen. A legfölháborítóbb számomra, hogy a polgármester úr minden előzetes környezeti felmérés és információ nélkül fogadtatta el az előterjesztést, amit a képviselőtestület 8-1 arányban meg is szavazott. Azok a képviselők, akik úgy a lakosságot nem tájékoztatták, és úgy gondolták, hogy nem tartozik a kisteleki emberekre, hibáztak. Létrehívták a Mi Hazánk Mozgalom kisteleki szervezetét. Mi élünk itt, és jogunk van áll tudni a kisteleken készülő beruházások, főleg a beruházásokról, főleg akkor, ha környezetünk és egészségünkre káros hatás, esetleg veszélyt is jelent. Féltjük gyermekeinket és unokáinkat, munkájukat, jövőjüket és megélhetésüket. Továbbá, és itt szeretnénk élni, dolgozni és tiszta, élhető város szeretnénk kialakítani. Kistelek jövője az önök kezében van, és önökön múlik. Tapasztalatból tudom, hogy a képviselői munka elsősorban szolgálatot jelent, nem uralkodást a lakosság felett. Feleslegesnek tartom ígéretekkel elhalmozni önöket, de engedjék meg, hogy egy pár gondolatot még megosszak önökkel. Fontos eleme a kisvárosunknak a mindennapi életben a közösségformáló munka, az emberekkel való kapcsolattartás és az állandó tájékoztatás, és a civil szervezetek támogatása. Ha megengedik, visszatérnék még egy gondolat erejéig az akkumulátorgyárakra. 2024. január 15-én az M5-ös autópálya lehajtójánál Csengele Balástja, Kistelek, mezőgazdasági területekből közel 300 hektár termőföldet minősített át ipari beruházási területté. Ennek a beruházásnak a felelőse Nagy Sándor polgármester úr. Döntsék el önök, hogy a választások után mi fog bekövetkezni. Kistelek jövője önökön múlik, és a városunk lakossága megérdemli a változtatás lehetőségét. Az időjárás változás mindannyiunk szervezetét megviseli kisebb-nagyobb mértékben. Ezek mérséklésére ad hasznos tanácsokat a kígyógyógyszertár vezetője, dr. Szilágyi Ildikó. Megérkezett a hirtelen jó idő, ami egy jó érzés az embernek, ugyanakkor nagyon sokan érzékenyek a hirtelen melegre, a frontokra. Ebben az időszakban mit tudnak javasolni, akár a fejfájás, akár az egyéb problémák elkerülésére? Mire figyeljünk, hogy egészségesek maradjunk és jól érezzük magunkat?
Én talán három fontos területet emelnék ki. Az egyik, amit ön is említett, a frontok. Hideg és meleg frontok váltakoznak, illetve hirtelen jött nagyon jó idő, ami megviseli a szervezetünket. Egyrészt ugye reggel még nagyon hűvös van, délben pedig nyári melegek vannak jelen időszakban, ezért az öltözködésünk az legyen réteges. Egészen sok megfázásos eset van ebben az időszakban, bár nem is gondoljuk, de ez az enyhe idő vírusnak, baktériumnak kedvez, másrészt pedig éppen nem tudjuk eltalálni a megfelelő öltözködést, vagy megizzadunk, vagy megfázunk ebben az időszakban. És a hideg-meleggel együtt járnak ezek a frontok is, amik, hogyha valaki különösen érzékeny rá, akkor nagyon megviseli, akár fejfájásként nyilvánul meg, akár fáradtságérzetként, akár hangulati ingadozásban, tehát számtalan formája lehet a frontérzékenységnek. A fejfájásra első körben non-szteroid, tehát fájdalomcsillapítót javaslunk, ami a fájdalmat csökkenti. Ezzel mindig nagyon óvatosan kell bánni, mert ez nem akár meddig és nem akár hogyan szedhető. Arra alkalmas, hogy időnként egy-egy szemmel ezt az elviselhetetlen tüneteket csillapítsuk, de ha valakinél ez rendszeresen fönnáll napokon keresztül, és akár egy szem nem is elegendő, hanem több szemet kell naponta bevenni, akkor ott óvatosságra intjük. Egyrészt azért, mert ez a gyomornyálkahártyát bántja, és akkor mondjuk egyik javaslatunk az, hogy vagy gyomorvédővel együtt vegye be, vagy pedig étkezés után ezeket a tablettákat. A másik fontos instrukció pedig, hogyha már valaki olyan migrénes fejfájással küzd, ami akár hányingerrel jár, akár azzal, hogy a napi munka elvégzése már problémát okoz, akkor pedig mindenképpen orvost keressen föl. Az tapasztalható, hogy ezek a fronthatások egy jól felkészült immunrendszert kevésbé befolyásolnak, mint egy legyengült immunrendszert, nem véletlenül vannak ezek a frontok, főleg tavasszal, vagy a frontérzékenység főleg tavasszal. B-vitamint, E-vitamint és D-vitamint nagy mennyiségben vegyünk magunkhoz, meg C-vitamint, ez bármilyen tabletta formában, illetve az étkezésünkre is figyeljünk oda. A másik fontos dolog a korán jött meleggel együtt az a tavaszi napsütés, és ezzel együtt az UV-sugárzás. Pont olyan erősségű UV-sugárzás éri most a bőrünket, mint az augusztusi vagy augusztus végi időszakban. Azzal a különbséggel, hogy a bőrünk abszolút nincs fölkészülve erre az UV-sugárzásra, hiszen télen nem ért bennünket. Az UV-sugárzásnak vagy ennek a napfénynek van kedvező hatása, ugye a D-vitamin szintézis, de ez körülbelül 10-15 perc alatt megtörténik a szervezetünkbe, tehát ennyi napon töltött idő elegendő lenne a D-vitamin szintézishez, de a kedvünknek, a hangulatunknak, meg a kerti munkák miatt sokkal többet vagyunk, ezért én nagyon fontosnak tartom a megfelelő fényvédelmet. Ilyenkor a faktorok meg napvédőkről eshet szó, mindenképpen 50 faktoros naptejet javaslunk, nem azért, mert jobb, hanem a faktorszám az azt jelenti, hogy mennyivel több időt tölthet a napon anélkül, hogy bőr égés lenne, és egy 50 faktoros krém az azt jelenti, hogyha 5 perc alatt barnult volna le, vagy égett volna meg, akkor 50-szer 5 percet tölthet napégés nélkül a napon. És azt tapasztaljuk, hogy a szúnyogok is megjelentek, kisállatoknál pedig a kullancsok. Éppen ezért a másik vagy harmadik fontos dolog szerintem a lassan a szúnyogok elleni védekezés megkezdése, úgyhogy ilyen szúnyogokat távol tartó spréket emelnék még ebben a tavaszi időszakban. Idén is papírgyűjtést szervezett a Kisteleki Általános Iskola. A két nap alatt jelentős mennyiségű papírhulladék gyűjt össze, melyet újrahasznosításra szállítottak el. A befolyt összeget az osztályok kapják. A hét első két napján papírgyűjtés van a Kisteleki Általános Iskolában. Ugye ez nem most kezdődött, ez már évek óta tartó hagyomány. Miért tartják az iskolában fontosnak ezt a papírgyűjtést?
Így van, minden tanévben megszervezzük az iskolai papírgyűjtést, ősszel és tavaszi időszakban egyaránt. Azt gondolom, hogy pedagógusként, szülőként, egyszerű állampolgárként közös felelősségünk a környezettudatos gondolkodás. Ezt próbáljuk az általános iskolában is megvalósítani, és felhívni a tanulóink, a gyerekek figyelmét, a családok figyelmét arra, hogy a hulladék újrahasznosítása az a környezetvédelem szempontjából milyen fontos. Azt gondolom, hogy nagyon lelkesek az osztályok, nagyon lelkesek a szülők. Az őszi papírgyűjtés mindig kicsit jobban szokott sikerülni, tehát akkor több a hulladék és az összegyűjtött papír. Az elmúlt időszakban 8 konténer papírt gyűjtöttünk össze, 27.740 kiló papírt összesen az őszi időszakban. Ennek az értékét a gyerekek megkapják, illetve az iskola megkapja, és aztán az osztályoknak kerül kiosztásra. Tavasszal mindig egy kicsit kevesebb van, hiszen már a tüzelési szezon után vagyunk, de azért még így is szépen gyűlik a papír. Az egyik napon, az első napon általában az alsó tagozatosok szoktak gyűjteni, a második napon pedig a felső tagozatosok szedik össze, és gyűjtik az iskola udvarán a papírt, hulladékot. Említetted, hogy a környezetvédelem fontosságára szeretnétek felhívni a figyelmet, esetleg maga a papírgyűjtés kapcsolódik-e más programhoz? Így van. A tavasz folyamán van egy környezetvédelmi egészségneveléssel kapcsolatos projekthetünk. Ez az alkalom az első két napja ennek a hétnek, ahol különböző környezetvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos délutáni programokon is tudnak részt venni a gyerekeink. Ez lehet sportverseny, lehet egészségtudatos étkezéssel kapcsolatos délutáni program, illetve aszfaltrajzversenyt is tervezünk, hiszen az utolsó napja ennek a projekthétnek április 22-e a Föld napja, amikor is azt gondolom, hogy megint csak a környezettudatosság és a környezetvédelem kerül majd a fókuszba. És a gyerekek mennyire élvezik ezeket a programokat? A gyerekek minden programot élveznek, bízom benne, hogy a délelőtti tanítási órákat is, de én azt gondolom, hogy az iskolában nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak a tanulás tanításról szóljanak a mindennapok, hanem legyen valami másfajta impulzus, másfajta élmény is. Miközben ezek a délutáni programok is igenis a tanulástanításról szólnak, hiszen ezeknek például a környezettudatos attitűdnek a kialakulása, hogyha kisgyermekkorban ez nem kezdődik el, akkor felnőttkorban ez már nagyon nehezen megvalósítható. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak a tényleges tanulástanítás, hanem a nevelésnek ezen momentumai is nagyon-nagyon fontos részét képezik az iskolai munkánknak. 4 gól, 4 piros lap. A Kite a Kiskundorozsmát fogadta hazai pályán a Vármegyei negyedosztály 17. fordulójában. A parás hangulatú mérkőzés összefoglalója következik. Ez az! Induljál a jobb szélső! Induljál 10-es! Tegyél 10-es! Hát, ezért írtanak. Nem!
Szép volt ki te! Szép volt ki te! Szép volt ki te! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben beszámolót hallhatnak az idősebb Vándor Rudolf zenekar kirándulásáról, a Cseperedő Egyesület ruhabőrzéjén is jártunk, és belehallgattunk a 65 év felettieknek megrendezett versmondó versenybe is. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!